Görögös hangulatot varázsolt a résztői csoport a Művelődési Ház színház termébe. De sok más stílus irányzat is képviseltette magát a 8. országos Senior Tánc Fesztiválon. A hagyományosabb dallamvilág mellett egészen modern produkciókat is előadtak a fellépők. Nagyon szeretünk együtt lenni, nagyon szeretünk táncolni. 10 éve már van egy fiatalember, aki a művészeti vezetőnk, ő a Földesi Őszi Rózsa tánccsoportba táncol, ő tanítsa be a szemnészebb táncokat. Az aranyminősítéssel bíró miskolciak most csökkentett létszámmal, de nem kis lelkesedéssel mutatták be 17 táncuk közül az egyiket. Ez minden porcikánkat megmozgat, van, aki fogy is, csinosodik is, az időt eltöltjük vele, együtt vagyunk, közösségbe vagyunk, szórakozunk, és örömmel táncolunk, és ha örömet szerzünk másnak, akkor az nekünk is öröm. Az országban egyedül a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége rendez Senior Tánc Fesztivált. A gyulai programon nem kevesebb, mint 62 produkciót láthatott a közönség. Azért nagyon fontos ez, hogy aktív időskort élnek meg az emberek. Tehát a mozgásra, a szellemi frissességre, szinten tartása ebben a korban is nagyon nagy szükség van. És ugye nem keserednek el, nem az idejük zömét az orvosi rendelőben töltik, hanem eljárnak próbákra, barátaik közé, klubokba, egyesületekbe, ott pedig társakat is találnak. Mindenképpen szuper dolog. Meg a tánc összehozza az embereket. Óriási közösségépítő szerepe van. A látottak alapján a táncfesztivál sikerre járult hozzá az aktívan töltött időskorhoz.